Nem tudom, hogy a pluszfény az ront vagy javít a helyzetemen. Néztem már ki jobban, éreztem már magam jobban. 3 órás alvással futok a mai napon. Voltam már otthon vásárhelyen, és vissza is értem már vásárhelyről. Viszont muszáj bejelentkezzek, mert annyira izgi dolgok történnek. A helyzet az, hogy holnap után megyek kirándulni. Koraszóba megyek kirándulni, Karib-tengerre. What? Nagyon gyorsan kis háttérsztori. Dóri barátnémet valószínűleg egészen sokan ismeritek innen már a csatornáról. És neki van egy dopingasszisztensi kis munkája, amivel lehetősége lett volna erre az utazásra, viszont az időpont neki elképesztően rossz. Így sajnos le kellett, hogy mondja, de megkérdezték tőle, hogy esetleg nem tud-e valakit maga helyett. És ő azt mondta, hogy igazából tudok valakit magam helyett, és tegnap megbeszéltük, hogy nem kérdés, hogy szeretnék-e menni. Ma pedig elkezdtük leszervezni a dolgokat, úgyhogy holnap után 2 napos szervezéssel indulok Kuraszóba. Így nézek ki, a körmeim így néznek ki. Shame on me, tudom. A palermói cuccokat még most mosom ki, amit szeretnék vinni magammal. Szállás van-e foglalva? Repjegy van-e foglalva? Hogy pont most centrifugáz a gép, az egyszerűen fantasztikus. El akartam mesélni. Itt tartunk most, megyek, megcsinálom a körmöm, ugyanis a holnapi nap még egy együttműködést fel kell vegyek. Az lesz a délelőtti program, hogy ezt lezárjam. Remélhetőleg minél gyorsabban. El kell menjek pénzt váltani, el kell menjek pár apróságot venni az utazáshoz. Össze kell, hogy pakoljak, ami egy nagyon-nagyon fontos lépése lesz igazából az egésznek. Úgyhogy most megyek, és egy kicsit később jövök vissza nektek információkkal, vagy legalábbis a készkörmömmel. Haladnom kell, úgyhogy közben csinálom. Tegnap elkezdtem megcsinálni a körmöm. Valahogy este 9-kor kezdtem hozzá. Ami azt jelenti, hogy egyértelműen nem lettem kész vele, mert úgy befáradtam éjfél fele, hogy egyszerűen nem tudtam befejezni. Ez sajnos már maradt. Van egy kis bonyodalom. Nem kis bonyodalom, aprócska inconvenience. Még nincsenek lefoglalva a dolgok, de elvileg jók vagyunk minden téren. Várom, hogy az utitársam a végleges 100%-os okét elküldje, és az információt, hogy megvannak a jegyek. Mostan még mindig mosok, mert nyilván az utazós kulcsomat elfelejtettem betenni a tegnapi főmosásba. Ezen kívül elvileg minden megvan, elvileg megvan minden tervezve, előre elkészítve, le kell adjam az együttműködést, de úgy, hogy nincs még kész a körmöm, természetesen az együttműködés se áll sehogy. Úgyhogy fogy az idő, még nem pánikolok. Nem pánikolok, mert holnap nagyon időbe indulunk, és nem kell elképesztően korán lefeküdjek. 9:30-ra kell kiérni a reptérre, úgyhogy ez az egy dolog, ami miatt viszonylag nyugodt vagyok. Be akartam jelentkezni, hogy sehogy nem állok. Azt hiszem úgy döntöttem, hogy piros lesz a körmöm. Nem nagyon tudom, hogy mi a vibe, így megyek a biztosra. Lejárt a gép. Nem sokára jelentkezem. Good day, everyone! Körme készen. Tudjátok, hogy mi a kedvenc részem abban, hogy én csinálom a saját körmöm? Azon kívül, hogy nagyon jól esik, amikor megdicséri valaki, amire ma 2-szer volt példa az 1 órás kiruccanásom alatt. Amikor rájövök, hogy a lábamat nem csináltam meg. Most letelepedtem a földre, a kis helyemre, ahol a lábamat szoktam csinálni. És kezdek neki a lábomnak. Hát jó reggelt mindenkinek! Mindjárt 3:49 van. Össze vagyok készülve, tekintve, hogy mennyire hosszú lesz az út, 0 sminket tettem fel, hogy úgy tudjam dörzsölni a szemem és a szemöldököm, ahogy szeretném. Kényelmes tetőtől talpig feketében. Nem tudok mit mondani, elvileg mindenem el van pakolva, elvileg minden készen van. Úgyhogy várom már, hogy indulhassak. Hosszú napunk lesz, nagyon. De utána pihi. Kész a kajám!
Hello Vlog. Egy kicsit elhanyagoltalak titeket. Nem is tudom, hogy hogy tegyelek, hogy rendesen lássatok. Az a helyzet, hogy nem minden ment olyan simán, mint szerettük volna, és nem egy olyan szobát kaptunk, amit igazából fizettünk. Úgyhogy volt egy kis kellemetlenség ezzel kapcsolatban, és nem volt kedvem elővenni a kamerát. Úgyhogy az első napról lemaradtatok, viszont pár felvételt azért csináltam nektek. Első nap, amikor bementünk a városba körbenézni, sajnos nagyon felhős volt az idő, úgyhogy nem olyan szépek a színek, mint ahogy élőbe kinéztek igazából, vagy napsütésben lennének, de mindegy. A kedvenc részem a Queen Emma híd, ugyanis az sajnos nem sikerült elkapni, de ez egy forgatható híd, tehát teljesen vízen van, és mozog az egész, ugyanúgy mozog, mint egy hajó. Nagyon érdekes volt, megpróbáltam felvenni, nem tudom, hogy mennyire adja át. Mennyire gyönyörű. Ezen kívül most itt vagyunk a második napon. Tegnap elmentünk egy fizetős strandra, viszont úgy döntöttünk, hogy a mai napon megnézünk egy relatív ingyenes strandot, ami azt jelenti, hogy nem egy hotelnek a partján vagyunk, hanem egy nyilvános strandon, ahol széket kell csak bérelned, vagy ágyat, értitek? Mindjárt megmutatom nektek, hogy hogy néz ki. Az összes napunk eddig, és ezután is valószínű, hogy ebből fog állni, amit most csinálok. Egyébként ezt olvasom, nagyon tetszik, és mindjárt befejezem. És csak egy könyvet hoztam könyvformátumba, Kindle-en van az összes többi. Ja igen, szoba megoldódott, kicserélték a szobát, úgyhogy határozottan boldog vagyok tőle. Viszont fogalmam sincs, hogy hogy vlogoljak úgy, hogy ne legyen túl cicis a videó. Úgyhogy ezen még dolgozunk. Tegnapi part nagyon szép volt, a mostani, ha lehet, akkor még szebb. Határozottan nagyobb. Nem tudjuk még, hogy a következő napokban merre fogunk menni, de most már ígérem, hogy aktivizálom magam, és jöttök velem mindenhova, úgyhogy mutatom, hogy most hol vagyunk. Szóval, így néz ki a part. Mindenhol zene megy egyébként, ez a Mambo Beach Club néni. Mambo Beach Club. És remélem, hogy nem leszünk copyrightosak. Csoda! Jó reggelt! Készülődünk reggelihez. Ma aludtam a legtovább, 7 óra 15-kor pattant ki a kis szemem. Gyorsan felhívtam édesanyát, ez a kis rutin része. Mindjárt megyünk reggelizni. Megmutatom nektek, hogy hogy néz ki itt az új szobánál a kis medence helyzet, mert ez egészen cuki. Mennyire kedves kis dzsungel vibe. Ez a galam mondjuk nem nagyon illik ide. És ugyanígy van a másik oldalán is.
05-be, hogy mindent is lássatok. Ez valami elképesztően undi, amikor oda leesik. Mai terv úgy néz ki, hogy elmegyünk reggelizni, utána én bemegyek a kis sétáló utcára. Első nap láttam egy fürdőruhát, ami egészen megtetszett, úgyhogy azt el szeretném hozni. Illetve láttam egy nagyon kedves kis ajándékboltot, ahol fel akarok tankolni mindenkinek, és utána megyünk partra. Már most is 28 fok van, úgyhogy várom, hogy a parton legyünk már, és vízbe legyek. Meg totál álmos fejem van. Zseni. Amíg mennek itt a klippek, addig elmondom nektek, hogy mi történt. Reggelinél a pincérfiú felvilágosított, hogy vasárnap nem igazán van nyitva semmi, úgyhogy nem éri meg bemenni a városba. Ezért úgy döntöttünk, hogy rögtön megyünk a partra. Viszont ahova eredetileg menni szerettünk volna, az teljesen fullon volt, ugyanis most, ahogy megyünk át ezen a hídon, ami egyébként ez a híd, amit egy előző klipben már láthattatok, látni fogtok egy hatalmas óceánjáróhajót, ami pont aznap kötött ki, és azon a napon tele volt egy csomó hotelnek a partja. Úgyhogy kettőt próbáltunk be, amikkel nem jártunk sikerrel, viszont hála az égnek a harmadik próbálkozással sikerrel jártunk, így ott töltöttük a napot, és egyébként az volt az egyik legszebb part, ahol szerintem voltunk, és ott történt igazából a legtöbb izgi dolog. És ahogy látjátok, felvettem az egész utat a hídon keresztül, úgyhogy így egy pici városnézés is került talán a videóba. Itt még nem volt meg a bérelt autónk, úgyhogy éppen taxizunk, és ettől az estétől pedig már saját autóval tudtunk közlekedni, és innen jöttek a kirándulós programok. Lehet valami ilyen szinten átlátszó. Mennyire gyönyörű! Beszeres. Mennyire szép. Nem hiszitek el, mit találtam. Oda néz. Hello! Milyen kedves, az előbb ide nézett még a fotókra. Mennyire szép! Csoda! Az előbb láttunk delfineket is, szerintem be tudom vágni. Hát sziasztok! Az a helyzet, hogy ma kellett volna mennünk tesztelni, de a sportolóink lekésték a gépüket, ami azt jelenti, hogy akkor fognak megérkezni, amikor nekünk indul a gépünk. Úgyhogy két lehetséges opció van, vagy meghosszabbítjuk egy nappal az ittmaradást, vagy törlik az egész tesztet, még nem tudjuk, nem kaptunk választ, viszont a mai napot mindenképpen tartjuk úgy, ahogy eredetileg terveztük, teknős és flamingó nézéssel és mindennel együtt. Úgyhogy már összekészültem, és nem sokára indulunk reggelizni, utána én bemegyek a városba gyorsan, megveszem az ajándékokat, amiket szeretnék vinni, hogyha véletlen úgy alakul, hogy holnap mégis megyünk haza, akkor meglegyenek. Oda jöttök velem mindenképpen, és utána megindulunk. Tegnap már megkaptuk az autónkat is. Elmondom nektek, hogy sokkal jobb itt vezetni, mint Szicíliába, ami nevetséges. És igen.
ha maradnunk kell még egy napot, akkor valószínű, hogy átmegyünk egy másik szállásra, oda, ahol egyébként a sportolók is vannak, ahol tesztelnünk kellene. Ezen kívül nem tudok mit mondani, várjuk, hogy mi lesz a döntés. Egyébként nem mesztelen vagyok, van rajtam ruha, csak pánt nélküli. Azt hiszem, hogy a 2024-es nyár Rebecca slágere az a pánt nélküli felsők lesznek. Ahogy tudok valami újat, mindenképpen jelentkezem. Amúgy nem vagyok egy félős lány, de hogyha te a nyakamba futottál volna, lehet sikítok. Csak mondom. A videóban egyáltalán nem említettem, hogy hogy is lyukadtunk ki Playa Piscadóra. Második nap a taxi sofőrünk nagyon-nagyon kedves volt, és nagyon jót beszélgettünk vele. Ő mesélte, hogy a sziget másik oldalán, majdnem a legvégén van egy olyan partszakasz, ahol régen nagyon sok halász volt, és vágták fel a halakat, és a kopogástól odaszoktak a teknősök, és megtartották ezt a hagyományt úgy, hogy rendszeresen etetik a teknősöket, ezért rengeteg teknős van, és teknősökkel lehet úszni. És elméletben nagyon-nagyon tetszett az ötlet, úgyhogy elmentünk megnézni Playa Piscadót. Viszont Rebecca azt nem vette számításba, hogy tekintve, hogy itt etetik a teknősöket hallal, aktívan, és olyan ducik a teknősök, hogy nyilván nem esznek meg mindent, és a többi hal se tud mindent megenni, így partra elég sok hal darabot, csontot és bőrt kivisz a víz. Úgyhogy amellett, hogy egy elképesztő élmény volt, és nagyon cukik voltak a teknősök, a legundorítóbb part volt, ahol valaha voltam. Hatalmasat kellett kerülni, hogy be tudjak menni úgy a vízbe, hogy ne haldarabokon kelljen átmenni. Nem szeretem a halakat, semmilyen formátumban. Úgyhogy a halas vízbe úszni egészen undorító volt. Na most nagyon vagyok. Nagyon. A teknősözés után a következő állomás az a flamingó nézés volt. Három helyet mutat, ami igazából ilyen nemzeti parknak van írva, és elvileg ott így több vagy nagyobb számban vannak flamingók, ami aztán nagyon vicces volt, mert elmentünk direkt megnézni ezt a flamingós helyet, és ahogy mentünk át később a Kokomo Beachre, menet közben az út szélén is láttunk flamingókat, úgyhogy majdnem, hogy felesleges volt külön elmenni flamingó nézésre, de szerintem nagyon cukik, úgyhogy megért egy kört. Bye! És ennek a napnak az utolsó állomása, ahogy az előbb is említettem, már a Kokomo Beach. Kijöttem úszni, és mit van ez a kis móló? Elég bután van megcsinálva. Már fel kellene rámászni, az meg nem én vagyok, 05-be. Úgyhogy megyünk vissza. Gondoltam, megmutatom, hogy mit művelünk. És amit, hogyha Instán megnéztek Curaçaóról bármit, akkor az egyik legjobban felhájpolt part, ami a Fő-szigeten van, ugyanis van egy pici sziget egy háromnegyed órányi hajóútra a Nagy-szigettől, idézőjelben a Nagy-sziget. És ez az egyik legfelhájpoltabb part. Ahhoz képest hatalmas nagy csalódás volt, és közel sem a kedvencem azok közül, ahol mi voltunk. A kedvencem amúgy, hogy fogalmam nincs, hogy vettem-e fel bármit, hogy néz ki a hajam. Majd vissza tudom nézni. Az is valami. És az egyik, ami miatt nagyon hájpolva van, az ez a kis hinta, ahol látjátok, hogy fotózkodnak, és én is csináltam itt egy képet, de botrányosan sikerült a néni, akit megkértem. Igen, nem lett az igazi a kép, maradjunk annyiba. Mindegy, a lényeg az, hogy nem lett jó képem, és a part egyébként majdnem minden téren csalódás volt. Most értünk vissza kajából, és előtte nem mondtam, hogy ugyanitt ültem kint, olvastam, és jött egy csávó takarítani az udvart. Ilyen kedvesnek tűnt nagyon, úgyhogy gondoltam, megkérdezem, hogy mik ezek a fák, amik itt körbe vannak, leginkább azért, mert ami itt van velem szemben, és azt hiszem, hogy ami itt felettem is van, aha. Ilyen nagyon érdekes
valami, nem is tudom mire hasonlít, Szörnyertéből a, hogy hívják azt a csúszós cuccot, arra hasonlít ez. Ugyanis amikor leesik, akkor így izzad ilyen lötyöt, vagy nem tudom, ilyen nagyon undorító, mindjárt megmutatom, itt az egyik alolverára rápottyant egy. És megkérdeztem tőle, hogy mik ezek, mondta a nevét. A lényeg az, hogy a leveléből elvileg gyógyteát főznek, azt nem mondta, hogy mire, de gyógytea. Illetve az fix, hogy ezekből a kis cuccokból ezt leszedik, és leszűrik az izzadságát, és hashajtót csinálnak belőle. Valami N betűs volt a neve. 4 betű volt, és N-nel kezdődött. Ez a másik. Ez meg úgy néz ki, mintha, majd mindjárt közelebb megyek, mintha ananászok lennének rajta, viszont egyértelműen nem ananász. Azt mondta, hogy azt nem is tudja, hogy mi a neve, és hogy mire használják, de biztos használják valamire. Igen. Szóval így néz ki ez a cucc, amikor leesik, elképesztően undorító, és egy pár óra múlva elkezd szétfolyni. Még a fán így néz ki. Illetve szerintem ezt így lehet látni, ott vannak a nem ananászok. Ja, és egyébként megmutatom így is, hogy mennyire gyönyörű alolverek. Ölni tudnék egy ilyenért otthon. Gyönyörű. Közben egyébként én itt ücsörgök kint. Utolsó fél óra körülbelül. Ugyanis utána gyorsan összepakolok, és megyünk át a másik szállásra. Annyira szép ez a kis medence kompozíció, ugyanez egyébként a másik oldalon is van. Ez a lenti pici medence. Viszont nem voltam egyszer se benne, mert az első reggel, amikor kiültem, akkor láttam, hogy a galambok teljes testtel fürdenek benne. Lehet, hogy én vagyok a túlérzékeny vagy hisztis, de nem. De nagyon szép. Most mondta a pincérbe, hogy valamit kérdezni akar tőlem. Úgyhogy mindjárt megtudjuk, hogy mit szeretne kérdezni. Szóval ez egy első, az az igazság. Szerintem még sose volt ilyen, de összekevertek valakivel. Legalábbis azt mondta, hogy nagyon hasonlítok valakire. Ez az utolsó esténk, kint vagyok még a parton, és egész szomorú vagyok, mert az utolsó naplemente egészen underwhelming lett. Hol a rózsaszínem? Hello! Olvasom még a alvás paralízises könyvet. Így néz ki a hely, ahol most vagyunk. Blue Bay. Holnap este nagyon későn, relatív nagyon későn, 7:30, 8:30, 8:30 indul a gép. Reggel van a kis tesztmeló, ami azt jelenti, hogy ilyen 9-10-re körülbelül kész kellene lennünk mindennel. És akkor 10-től még egy ilyen 4-ig körülbelül itt tudok lenni. Utána elkezdünk összepakolni, készülődni, és megyünk reptérre. Azok a kis bungallók ott, tudjátok, ilyen kis hálóval vannak megcsinálva. Viszont napközben nagyon durván oda süt a nap, úgyhogy igazából esélytelen, hogy kint feküdj. Ma is azt hiszem, hogy 10-es UV erősség volt, úgyhogy brutálisan égetett a nap. És hogyha engem ismertek, akkor én jobban szeretem így a partvonalat, hullámokat, homokot, mindent. Viszont nagyon szép. De én mindig maradni fogok itt, nagyon kis homokon. Ezt nem tudom, az előbb megmutattam rendesen. Nézzétek, milyen kedves! Utolsó nap, utolsó pár óra. Szomorú.
még egy kis színgyűjtés itt a végére. Thank you.